Sziasztok! Tehát ebben a videóban azt akarom megmutatni nektek, legalábbis az én módszeremet, hogy hogyan mosom ki az olaj ecseteimet, ugye amikor már mocskosak, és na persze előtte azért megtörölgettem őket, tehát amit lehet, azt mindent teljesen kitörlöm belőlük a festéket, mindegyik ecsetből, tehát így mikor összegyűl két-három nap után szoktam egyébként én kimosni, és tudod, ez még nagyon-nagyon szennyes, és akkor egy ilyen rongyal, egy régi pólóval, ugye sok súrolom sokáig, hogyha lehet, akkor minél jobban kitöröljen belőle. Természetesen nem bántom, figyelek arra, hogy az oldalát is, mindenét, tehát hogy ne maradjon rajta a festék. Na, tehát első és leglényegesebb dolog ugye ez, hogy kitörölgetem őket. Itt hoztam különböző formájúakat, különböző méretű ecseteket. Jó, látod, ezekben még mindig van. Tehát ilyen jól szennyeznek. De tettem ezt a fehér papírt, hogy látszódjon majd, hogy mennyire tisztulnak ki a végére. Na, hát amivel én kiszoktam őket mosni, az szappan, ez a házi szappan, és beletettem egy ilyen kis műanyag tálkába, és a módszerem az, hogy fogom az ecsetet, és teszek hozzá meleg vizet, nagyon-nagyon lényeges, meleg víz, látod? Jól bekenem ezzel a házi szappannal, és leteszem, és hagyom, hogy álljon rajta egy kicsit. Így végigmegyek mindegyiken. Látod, na, ez látod, hogy milyen mocskos? Azaz milyen festékes még mindig. Tehát hiába töröltem ki. Itt közben kimosongatom a mellette lévő, a vízbe, ugye, és megint rámegyek. Ugye, lemosom róla a festéket a szappanról is, és az ecsetet folyamatosan. Tehát így megpróbálom így mindegyik oldalát, de egy finoman nem nyomom oda természetesen az egészhez. Így. Na hát ezt is megkenem, ugye? Így. Hagyom, hogy dolgozzon rajta a szappan. Jön a következő. Bemártom a vízbe. Fogom ezt is. Látod? Tehát hiába törölgetett ki egyébként rongyal. Én nem szeretek egyébként ilyen kimosókat, lemosókat, vegyszereket használni hozzá, mert tönkre teszik az ecseteket, ezek azért nagyon, tehát ezek azért drága ecsetek ahhoz, hogy itt tönkre vágjam őket. Így. Ezt is leteszem. Bocs. Igen, tehát megkenem. Ezt is jól a szappannal, és leteszem. Jön a következő. Megmártom a vízbe, fogom a szappan, hát így jól-jól belesúrolom, kisúrolom, elveszem belőle. Nem nyomom oda természetesen, hanem a szappant így jól felszedem bele. Na, kicsit ráment a papírra is, na nem baj az. Jó, csak mikor már úgy nagyjából ilyen tisztább, akkor beleteszed és hagyod benne, hogy álljon. Megint bemártod ebbe a szappanos, kicsit szennyes vízbe, és beleteszem. Ugye látod, hogy itt van még egy edényem? Ebbe majd a legvégén fogom, ebbe is meleg víz van. Ugye? Ez is egy kis tűecset, ilyen kis rajzoló, kis firkáló ecsetem. Ezt is így szépen kimosom, látod, hogy többször belemártam. Már jól habzik egyébként. Jó, most beleteszem. Ez egy nagyobb ecset. Ugye ezt is jó belemártom. Többször átmegyek. Mindegyik oldala, hogy jól kenődjön meg ezzel a szappannal. Tehát így. Tehát súrolod szépen benne az ecsetet. Időt töltesz el azzal, hogy kimosod az ecsetet. Tehát ez is része a készülésnek, vagy hogy mondjam, a befejezésnek. Ez is része bizony-bizony a festészet szakmájának. Na, hát most igazából az a rész következik, hogy ebbe tiszta víz van, szintén meleg víz. Fogom, jól kimosom, megtörlöm a rongyba.
még egyszer, megtörlöm a rongyba, viszonylag tiszta lett, látod, oda teszem a fehér papírra, nem jön ki belőle semmi, egy megvan. Jön a következő, ezt is jól a meleg vízbe, kisúrolom belőle. Ez az is jó egyébként a meleg víz, mert szépen be is állítja egyébként a szőrzetét. Szeretem így a szőrzetét ugye a végén kicsit így összefogni, beállítani. Hát ez ebbe sem maradt ugye semmi, és akkor nem lesz görb. Ez egy kicsikét görbül ugye, picit összerakom, és leteszem itt pihenjen. Jön a következő. Kimosom a szappant belőle, fogom ezzel a rongyal meg, megtörölgetem. Kicsit közelebb teszem, hogy jobban látszódjon. Még egyszer, tehát nagyobb ecsetből is nagyon-nagyon szépen ki lehet szedni, látod, hogy ez itt már meg is csinálta. Kicsit följebb teszem, hogy ne kenődjenek el az ecsetek itt a szappamban. Jön a következő kis ecset, ugye, tehát látod, hogy mindenfélét, ennek az oldala egy kicsit még mocskos maradt, de semmi gond. Tehát látod, szinte, ha megnézed az ecset, visszanyeri az eredeti, a szőrzete visszanyeri az eredeti színét. Belemártom egy kicsit a vízbe, és szépen így összeállítom a hegyét, leteszem. Jön a következő, ezt is kimosom, ez is egy jó drága ecsetem, nagyon szeretem. Mindig keresek ilyen tiszta részeket a rongyba, ugye ebbe közben is szoktam törölgetni az ecsetem. Így jó, megsúrolom, nem nyomom nagyon oda, csak ilyen finoman, érzékenyen. Megnézem az oldalát, azt is megtörölgetem. Na hát ennek is olyan szépen összeállt, és megvan. Tehát szép tiszta ez is. Jön a következő, ezt is kimosom. Hip-hopra megvan, ugye? Tehát nem kell egyébként semmilyen vegyszert. Én azt ajánlom, hogy ne használjatok semmilyen vegyszert hozzá. Tehát az olajfestéknek a kimosásáról van szó. Iratkozzatok fel a YouTube videómra, ezt ne felejtsétek el, és fessetek velem. Ez volna itt a leglényegesebb. Így, jó, megmosom. Igen, csak kicsit gond van itt a szárával néha, soha ne hagyd benne a vízbe, az nagyon-nagyon lényeges. Ennek egy kicsit látod, kijön ki a szárából, látod, jön ki a szárából, de majd kap egy kis ragasztót, kis faragasztóval szépen beragasztod, vagy nagyon finoman meg lehet nyomkodni egyébként egy kis fogóval. Én így szoktam ezeket. Na hát akkor ennyi lenne ez a videó. Láthatod, hogy ez is szép, tiszta lett, szép, egyenes lett. Szárát, hát azt lehetne még mosni. Szép, tiszta legyen az is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és még egyszer iratkozzatok fel a YouTube videómra. Ciao, ciao!